rendelt el a kormány a budapesti vegyi művek illatos úti telephelyén, ahol mintegy 2800 tonna hulladékot helyeztek el illegálisan. Lázár János ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ha azt állapítják meg, hogy a hulladék közvetlen veszélyt jelent, azonnal elrendelik az elszállítását. A költségeket 1 milliárd 100 millió forintra becsülte, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztériumnak kell megelőlegeznie, ezt követően pedig a felszámolás alatt lévő vegyi művek vagyonából fizethetik majd ki. Ott van az Illatos úton, az egykori budapesti vegyi művek telephelyénél Kontra György kollégám. Az ellenőrzések tehát délután elkezdődtek. Mikor, hol tart most, és mikor kezdődhet az elszállítása a mérgező anyagoknak? Szervusz, jó estét kívánok! Lázár János délutáni bejelentését követően nem sokkal már meg is jelentek a Pest megyei kormányhivatal és a Közép-Duna völgyi környezetvédelmi felügyelőség szakemberei itt a budapesti vegyi művek illatos úti telephelyén. Végigjárták az érintett területet, aprólékosan megvizsgálták a veszélyes anyagot tartalmazó hordókat. Ebből becslések szerint több ezer darab található itt a telephelyen, ami 2-3 ezer tonnányi veszélyes anyagot tartalmaz. A helyszíni bejárást követően azonnal összeültek a szakemberek tanácskozni, és a Pest megyei kormányhivatal határozatát röviddel 17 óra után Tarnai Richárd kormány megbízott ismertette a sajtóval. A legszennyezőbb anyagok tekintetében tehát haladéktalanul intézkedést fogok foganatosítani. Megszületett a hatóság határozata, amely itt van a kezemben. A határozat azt tartalmazza, hogy valóban az előzetes laboratóriumi eredmények alapján negatív irányba indultak el ezen folyamatok, és ezek alapján a környezetvédelmi törvény 102. szakasz elbekezdés alapján indokolt az azonnali elszállítás megkezdése. Az azonnali elszállítás azt jelenti, hogy ott mögüled már a hordókat viszik el? Igen, így van, ahogy mondod. Tarnai Richárd ugye 1000 hordó azonnali elszállításáról döntött. A szakemberek már itt vannak a helyszínen, a szállító cég munkatársai ezekben a percekben rakogatják a kamionokra, és még a ma este folyamán elkezdik a szállítást. Ez várhatóan néhány napot vesz igénybe. A többi hordót sem hagyják itt. Azokat az ígéretek szerint néhány héten belül fogják elszállítani. Azt az információt kaptam, hogy elsőként egy veszélyes hulladékkezeléssel foglalkozó cég telephelyére szállítják a hordókat, majd utána a dorogi szemétégetőben fogják megsemmisíteni őket. György, köszönjük szépen! Közben